osztatóján külön köszöntöm köreinkben Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Németh Anna, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing és értékesítési vezérigazgató helyettesét, elnézést, Dr. Pritzinger Pétert, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökét, Holló Bencét, a Cofidis fiókterep vezetőjét, Janosic Johannát, a CCC marketing és office menedzserét, Giacomo Pedranzinit, a Kométa ügyvezető igazgatóját, és Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie szervezőbizottság elnökét, hogy elfogadták meghívásunkat. A köszönet itt még nem ér véget, hiszen hálásak vagyunk a CCC-nek, hogy helyet biztosított nekünk itt a egyik legimpozánsabb helyszínén a városnak. Illetőleg elsőként kérném, hogy tekintsék meg a 2019-es Tour de Hongrie útvonal filmjét. Június 11-én kedden prológgal kezdődik a magyar körverseny. A prológ helyszíne akárcsak 2018-ban Siófok lesz. Ezúttal azonban egy új pályát jelölünk ki a nemzetközi mezőnynek. A rajta város jelképének számító víztorony tövében lesz, a befutóra pedig nem messze onnan, a fő utcában kerül majd sor. A prológ során egyéni indítással minden kerékpáros 4 kilométert teljesít majd, gyakorlatilag teljesen síkpályán, így találnak gazdára az első versenynapon a Tour de Hongrie színes mezei. Június 12-én a körverseny első szakaszán Velencéről rajtol majd a mezőn, s a velencei tavat megkerülve észak felé veszi az irányt. A velencei hegységből a Pilisbe vezet a karaván útja. A befutó előtt két kört is megtesz majd a mezőny a kerékpárosok körében igen népszerű dobogókői emelkedőkön. Majd a hosszú szakasz végén Esztergomban ér célba. Ezen a napon 194 km, 4 gyorsasági és 2 második kategóriás hegyi rész hajrá vár majd az országúti kerékpárosokra. Július 13-án a második szakasz következik. A rajtnak a legbátrabb város Balassagyarmat ad otthon. Nehéz erőpróba vár ezen a napon a mezőnyre, hiszen az útvonal gyakorlatilag végig megy az északi középhegységen. A Cserhát, a Heves-Borsodi dombság és a Bükk jó néhány emelkedőjét is megmászva. A befutó helyszíne ezen a napon Miskolcon lesz, amely sok nagy csatát megért már a Tour de Hongrie történetében. A szakasz nagyon hosszú lesz, a 201 kilométeres táv során 3 gyorsasági sprint mellett 3 hegyi hajrára is sor kerül. Első, második és harmadik kategóriás nehézségű emelkedőkkel. Június 14-én pénteken 2 fél szakaszra is sor kerül majd. Délelőtt Kazincbarci Károly indul útjára a Tour de Hongrie mezőnye, ezúttal dél felé, a Bükk legmeredekebb emelkedőit megkerülve a Tiszató partját veszi célba. Tiszafüreden lesz a félszakasz befutója. Innen némi pihenő után újra útnak indul a karaván, hogy elérjen a végső befutó helyszínére, Hajdúszoboszlóra. Az első félszakasz 2 gyorsasági és egy kisebb hegyi rész hajrát tartalmaz majd 115 kilométeren. A második, szinte teljesen sík félszakasz, kerékpáros szemmel rövid lesz és várhatóan nagyon gyors. Június 15-én szombaton ismét egy alföldi város, Karcag indítja útjára a versenyt. A bringások pedig újra a hegyek felé fordulnak. A Tiszató mellett elhaladva a Mátra felé veszik az irányt. A végső cél Magyarország legmagasabb pontja, a Kékestető csúcsának meghódítása lesz. Az 5. versenynapon ez már igen komoly kihívást jelent majd valamennyi kerékpáros számára. A nem túl hosszú 138 kilométeres szakasz 3 gyorsasági és 2 hegyi hajrát foglal magába. Az igazi nehézségek egyértelműen a táv utolsó negyedében várnak a sportolókra. A zárónapon június 16-án vasárnap a híres város Kecskemét lesz a rajt helyszíne. Az Alföldről a Duna felé vezet majd az út. A mezőny Duna Földvárnál kell át a folyón, hogy elérje az idei Tour de Hongrie végső célállomását, a Királyok városát. Székesfehérváron látványos küzdelem szemtanúi lehetnek majd a szurkolók, 4 kört is megtesz majd a mezőny a városban kijelölt körpályán. A zárónap nem tartalmaz nagy nehézségeket, a szinte teljesen sík 169 kilométeres szakaszon a sprinterek vehetik át a főbb szerepeket.
megköszöntettem mindenkit, hiszen kíváncsi voltam, hogy amikor végignézik ezt a kis filmet, akkor milyen érzések jönnek az arcukról. Itt van a körünkben négy főszereplő, név szerint Walter Attila, Dina Márton, illetőleg Lovasi Krisztián, továbbá Móricz Dániel, akik részt fognak venni majd a 40. Tour de Hongrie. Elsőként viszont megkérném Révész Máriuszt, hogy mondja el nekünk köszöntőjét.